Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A ünnepek címet azért adtam a videónak, mert mindenféle ünnep létezik az életünkben, és fontos ezeknek az ünnepeknek a megtartása, az ünnepekről való megemlékezés. És hogy most milyen ünnep van, hát igazában véve lehet, hogy a kedves nézők szempontjából nem ünnep, nekem ünnep. Ugye, ha az ember asztrológiával foglalkozik, akkor vannak bizonyos ciklikus mozgások a bolygókkal kapcsolatban, és a Jupiter bolygónak nagyjából 12 éves a ciklikus mozgása, és amiért én ezt most itt úgymond elmondom, az azért van, mert 12 éves a kalótévé. Tudom, nem kerek szám, de nekem, akinek a Jupiter fontos, és Magyarország, akinek a Jupiter fontos, mint nyilas jel, uralkodója, természetesen a halaké is. április 2011-ában kezdtem el feltölteni a videókat. Azóta már volt videó, amit levettem, de a levételek ellenére is több mint 1100 videó található jelenleg a Kalló TV csatornáján, a YouTube jó voltából. A történet úgy kezdődött, hogy megkeresett engem egy kedves ember, aki felajánlotta 2010 őszén, hogy el akar indítani egy internetes televíziót, és ennek az internetes televíziónak a műsor szerkesztését illetően nekem is szánna feladatot. Én ezt akkor elvállaltam, fél évig csináltam ezt a munkát, majd utána elváltak útjaink, és akkor a legidősebb fiam mondta, hogy miért nem teszem fel a YouTube-ra? És akkor elkezdtem megosztani a filmeket. Eredetileg a nevem görögül hírvivőt jelent, ezért úgy gondoltam, hogy Kalló TV-ként fog üzemelni a dolog. Csak aztán, amikor visszakerestem a YouTube-on, beírtam, hogy Kalló TV, akkor nem az én televízióm jött ki, hanem öt görög televízió. És akkor, hát így lett Kalló Jenő TV. Mert arra gondoltam, hogy a nevem az azért sok tanítványomnak mond valamit. És így utólag, ha már el is engedtem a tanítványaimat, de van lehetőségem arra, hogy valamilyen szinten kommunikáljak velük. Ez így kezdődött, aztán később csatlakoztak hozzám további kedves barátok. Ilyen volt a Nádorfi Lajos, aki a televízió operatőre volt több mint 40 évig. A Kis József Zsolt, aki többféle feladatot látott el, volt szerkesztő, riporter, stb. És aztán, hát így kiegészültünk. Lár András, de rengeteget szerepelt más kedves barátom is.
és valójában igyekeztünk minél szélesebb módon tájékoztatni a nagy érdemű közönséget. Aztán jött a Covid, és azóta elsősorban én ülök le a kamera elé, és mondom el a mondandómat, hiszen a Covid valójában megérintett, vagy hogy is mondjam, csak úgy szembesített azzal, hogy ha lehetséges, akkor úgy menjek el erről a világról, hogy adjak át mindent. És ennek következtében teszem közzé mindazt az információt, amelyet idézőjelben 70 évem alatt összeszedtem. Tehát mindenféleképpen ez a televízió egy közvetítő televízió akar lenni, és számtalan interjú alany, számtalan izgalmasabbnál izgalmasabb téma került előtérbe az elmúlt 12 év alatt. És ha azt vesszük alapul, hogy engem nem támogatott senki sem anyagilag, ezt a tévét én nem tudtam reklámozni, az emberek egymásnak adták át az információt, hogy figyelj, van itt egy érdekes tévé, és a magyar emberek kalandozásának köszönhetem, hogy nincs a világnak olyan tája, hát jó, a déli sark meg az északi sark nyilván kiesett, de ezen túl van, aki Új-Zélandból néz, van, aki Dél-Afrikából, tehát nincs a világnak olyan tája, ahonnan ne néznék a csatornámat, és ez elsősorban a honfitársaimról szól, hiszen a magyar nyelvet nem nagyon beszélik az emberek, ennek következtében kifejezetten a magyar honfitársaimnak szántam. Egy-két videónak van angol szövegezése, amíg a fiaimnak volt kedvük nekiállni és a fordításokat aláírni, de valójában nyugodtan mondhatom, hogy az a közel 50 ezer ember, aki regisztrált a csatornámra, a saját jó szándékából tette, és hát azóta is rendszeresen nézik a filmeket. Nyilván voltak olyan kiugró esetek, Kassai Lajossal készült filmünk például, ami több mint 300 ezres nézettséget ért meg, de lehet sorolni, hiszen tényleg azt mondhatjuk, hogy a jelenségről szóló a Seffer István doktorral készült beszélgetésünk is 100 ezer fölötti nézettséget, sőt most már közelít a 200 ezerhez, ami, hogy is mondjam, csak félreértés ne essék, én nem like gyűjtögető vagyok. De nyilván, ha az ember végez egy munkát, és szeretne egy információt közvetíteni, és tagadhatatlanul az a szándékom, akár mint tanárnak, akár mint három nyilas bolygóval rendelkező embernek, hogy és akár mint akinek az aszcendensén kell fel a Merkur, tehát az a dolgom, hogy átadjak, hogy másokat, amennyire csak lehet, tájékoztassak, és amennyire csak lehet, emeljek az életük mindennapi kivitelezésében, mindennapi munkájukban, mindennapi időbeosztásukban, stb. No, minden esetre én így az elején szántam egy kis bevezetőnek ezt a úgymond Kaló TV ünneplést,
De valójában itt vagyunk most 2023. május 1-e előtt pár nappal. Ugye május 1-ét ezt azért úgy ünneplik, hogy a munkának az ünnepe. De nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor még nem volt a munkaünnep, akkor is volt igénye az embereknek a tavaszt, az élet újraindulását megünnepelni. És azért nagyjából úgy vannak az ünnepek elhelyezve, hogy minden évszaknak van egy kiemelt ünnepe. Ugye itt azért még van más is, hiszen itt van az anyák napja is, ugye a gyereknap is itt van, újabban már apák napja is van. Tehát minden esetre, és akkor természetesen vannak ugye a egyházi ünnepek, vannak az állami ünnepek. És közben itt van a szomszédunkban egy nagyon-nagyon csúnya háború, ahol emberek ezrei, tízezrei halnak meg, és engem nem érdekel, hogy milyen nemzethez tartozik az az ember. Tehát élte eddigi világát, hogy élte, mindegy, az a lényeg, hogy élte, és most már nincs otthona, le van bombázva, nem tud hazamenni. Lehet, hogy már a hozzátartozói nem is élnek. Ez az egész, ha így nézzük, borzasztó. És ennek ellenére azt mondom, hogy ameddig élünk, ameddig lélegzünk, addig időnként meg kell állni, le kell ülni, adjunk időt magunknak, hogy leüljünk, átgondoljuk a mindennapjainkat, adjunk időt arra, hogy részesei lehessünk kulturális élményeknek. A pihenés is feltölt, de a gyönyörködés a virágokban, tavasz van, hát ugye csodálatos a természet megújulása. Mögöttem is virágban van a gesztenyefa, egy vadgesztenyefa, egy almafa. És érdemes arra gondolnunk, hogy mivel tudjuk magunkat feltölteni. Ugye, ha a tankból, mondjuk az autó tankjából kiürül a benzin, vagy a gázolaj, vagy lemerül az akkumulátor újabban, akkor fel kell tölteni, hogy tudjon tovább menni. Gondolunk-e arra, kedves nézők, hogy magunkat is fel kell töltenünk? És hogy mivel lehet a legjobban feltölteni? Hát természetesen minden olyan szívet, lelket gyönyörködtető, melengető élménnyel, egy zenehallgatás, egy kulturális esemény, elmegyünk egy operába, aki nem szereti, elmegy egy másfajta rendezvényre, elmegy egy múzeumba, elmegy egy képtárba, vagy egyszerűen csak sétál egy arborétum csodálatos virágzó növényvilágában. Ezek a pillanatok, amelyek eltöltenek minket az élet energiájának és az élet működésének a felismerésével, ezek szükségesek, hogy megújuljunk, hogy megújulva holnap újból kipróbáljuk magunkat, újból tovább gazdagítsuk a világot a jelenlétünkkel, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minden ember bármennyire is időnként fölöslegesnek látszik, meg rabszolgának tűnik,
ez más emberek néznek minket rabszolgának, de nem az számít, hogy minek néznek minket más emberek, hanem az számít, hogy minek tartjuk mi magunkat. És a világ mindenség tapasztalatához a mi tapasztalatunk is hozzájárul, és ennek következtében nincs hiába való élmény, nincs hiába való ember, minden egyes ember élete gazdagítja a világ mindenséget. Tehát senki nem él fölöslegesen, senki nem ér hiába, mert ha most kicsit erős lesz, amit mondok, ha nevetek, a világ mindenség is nevet, ha sírok, a világ mindenség is sír. És amikor egy másik embert látunk vidámnak, nevetőnek, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy mi is mosolyra derülünk. Ha a másik embert szomorúnak látjuk, ha a másik embert depressziósnak látjuk, ha a másik embert aggódónak látjuk, akkor mi is elkezdünk aggódni. Az érzelmi állapotok ragadósak. Tehát rajtunk múlik, hogy napsütésesen ragyogunk-e a másik emberre, vagy beborult nálunk, és az egész nézésünk, az egész habitusunk egy borúlátással zajló esemény. Az együttérzés pontos dolog, hogy együttérzek itt esetleg a szomszéd népekkel, ez egy fontos dolog. De közben adjunk hálát a Jóistennek, hogy jelenleg itt, Magyarországon békesség honol, ismét süt a nap, zöld a mező, tehát igazában véve azokat gyűjtsük össze, azokat az élményeket, amelyek pozitív értelemben gazdagítják a létezésünket, a tudatunkat, és ilyen értelemben a mindennapjainkat. Ide tartozik az is, hogy kényeztessük magunkat. Az ünnepek arra is valók, hogy kényeztessük magunkat. Ha ahhoz van kedvünk, akkor dőljünk el egy nyugágyba, olvassunk egy könyvet, vagy hallgassunk zenét, vagy egyszerűen csak szemléljük a méhecskék játékát, ahogy még azért körbedongják, még nincs olyan rossz helyzet, hogy nincsenek, vannak azért, nem mondom, hogy sokan, de körbedongják azért a virágokat. Mindegy, hogy mi az, ami emeli az érző lelki állapotunkat. Az a lényeg, hogy dalra fakadjon a szívünk, mosolyra fakadjon az arcunk, és ennek következtében egy teljesebb érzés, egy kiteljesedettebb érzés uralja el a szívünket és a lelkünket. Nem biztos, hogy ezt sokáig meg tudjuk tartani. Lehet, kapunk egy telefont rossz hírrel, lehet, hogy valami elveszi a kedvünket. Emberek vagyunk, hullámzó a lelki állapotunk. De rajtunk áll, hogy teremtsünk időnként helyzeteket, pillanatokat, amelyekben emelődünk, amelyekben vidámabbak leszünk, amelyekben kiteljesedünk, amelyekben energiával töltődünk fel, amelyekben reménytelivé válunk. És természetesen ezt tükrözzük a környezetünknek, és egy kölcsönösségben éljük meg, egy közösséget élünk meg a kölcsönösségben,
És mindig jó azt megélni, hogy tartozunk valahová, hogy tartozunk valakihez, hogy tartozik valaki hozzánk, mert ez feletteti az egyébként gyakori magányérzetünket. Jön ez a hétvége, itt az idő, hogy jól érezzük magunkat, előre bocsájtandó, rövidesen közreadom a nyári utazási tájékoztatómat, hogy mikor kedvezőbb utazni, és mikor kevésbé kedvezőbb. De addig is örüljünk a pillangók táncának, a tavasz illatainak, fakadjon mosolyra és dalra a szívünk és a lelkünk. Isten áldja önöket, viszontlátásra!